Köszöntöm nézőinket, ma is egy ismerős arc a stúdióban, és talán kedves vendégem nem fog megsértődni, hogyha azt mondom, hogy leginkább talán a vállalkozóknak lehető ismerős. Dr. Beréti Zsolt a vendégem, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára. Köszöntelek, Zsolt. Ugye ez az a műsor, ahol általában azt vizsgáljuk, hogy az az ismerős arc, az a közéleti személyiség milyen utat járt be ahhoz, hogy éppen a jelenlegi pozícióját betöltesse. És ugye minden a gyerekkortól indul, nem tudom, hogy téged ez az időszak hova köt, például azt sem tudom rólad, hogy szexárdi, vagy gyűtment vagy-e, egyáltalán hol nőttél fel? Hát attól függ, a gyűtment az mit jelent, hogyha nem szexárdit, akkor igen, de... Most már nem érzed magad annak, gondolom. Mármint szexárdin, ahogy gyűtmennek. Már gyűtmennek, azért nagyon sok időt szexárdon töltesz. Ez nem azon múlik szerintem, tehát úgy gondolom, hogy itt az, hogy ki hova kapcsolódik földrajzileg, ez valami keveset jelent. De ebben a megfogalmazásban, amit te mondtál, valóban gyűtment vagyok. Cikon lakom még most is, ez egy kis falu Bonyhád mellett, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri. És a születésem kivételétől, ami nyilván Bonyhádi kórházban történt, mint esemény. Gyakorlatilag, ha az egyetemi éveimet kiveszem, akkor Cikon töltöttem az eddigi életemet. A családban nagy esemény volt ez a születés? Tehát nagyon vártak téged? Én nem emlékszem. Testvéreid örültek-e? Mekkora a család? Hát a család az viszonylag nagy, de testvérem csak egy van. Van egy nővérem. És hogy ő örül, tehát ezt nem tudom. Azt gondolom, hogy mivel ő akkor 3 éves volt, ő különösebben komoly érzelmeket még nem táplált irántam, de... Maximum féltékenységet érezted. Igen, hát ez természetesen benne lehet. Egyébként pedig a szüleim voltak azok, akik gondolom, hogy valamilyen szinten azért talán vártak. Milyen gyerekkorod volt, Zsolt? Hát szép, nagyon szép gyerekkorom volt. Ahogy mondtam, mivel Cikon gyakorlatilag minden a rendelkezésre áll a megfelelő gyerekkorhoz, tehát van óvoda, van általános iskola 8 osztályos, tehát gyakorlatilag én 14 éves koromig Cikon nevelkedtem, de igazából nincs okom panaszra, hogy úgy mondjam, tehát nekem az elég szép gyerekkorom volt. Gyakorlatilag minden nagyszülővel nagyon jó kapcsolatban voltam, nagyon szerettek, meg szeretnek, remélem, és nagyon sok időt töltöttem náluk. Utaztunk elég sokat, jól éreztem magam. Az általános iskola után merre felé vetted az irányt? Mi volt a döntés? Hova tovább? Hát a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnázium, most már evangélikus gimnázium volt, akkor az a hely, ahol úgy gondoltam, hogy érdemes nekem tovább tanulnom. Tehát mindenképpen egyetemre vagy főiskolára akartam menni. Tehát céltudatos döntés volt. Igen, tehát nem akartam szakközépiskolát választani, ahol mit tudom, annyival biztonságosabb lett volna, hogy adnak hozzá egy szakmát. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen egy felsőfokú intézményt meg kéne céloznom. Ez a gimnázium egyébként teljesen megfelelő volt, és 91 és 95 között 2 évet állami, 2 évet pedig evangélikus gimnáziumban töltöttem. Jól érezted magad a gimiben? Jó a Bonyhádi gimi szellemisége? Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát ott vannak hagyományok, olyan hagyományok vannak, amik most már azt hiszem kb. 200 évesek, és ezeknek a hagyományoknak a megőrzése, ez folyamatos. Amellett, hogy a régiek mindig azt mondják, hogy ez már nem az a gimnázium, tehát esetleg ezt mondjuk én is érezhetem, hogyha mostani gimnazistákkal találkozom. De ez szerintem csak azért van, mert a régi gimnazisták azért néhány dolgot másképp csináltak. Picit kiöregszünk, hogyha ott hagyjuk a gimnáziumot az érettségi után, úgy gondoljuk, hogy tettünk valami lenyomatot, de ez talán nem így van. Ez nem így van. Ettől függetlenül, hogy a kérdésed is válaszoljak, a gimnázium az nagyon tetszett nekem, de ilyen ciklikus volt. Tehát az első év az mondjuk nagyon tetszett, a második év nem tetszett, a harmadik év megint nagyon tetszett, a negyedik meg olyan, akkor ne tudod, kifelé áll az embernek. Ezt gyakorlás. A társaság befolyásolta inkább, vagy éppen a tananyag? Mennyire érdekelt egyáltalán téged a tananyag? Mennyire szerettél tanulni? Mennyire voltál úgymond olyan készülős diák, vagy inkább lehettél szerencsés diák is, aki úgy el volt az órán, figyelt, hallott, és nem igényelt különösebb erőfeszítést a felkészülés? Hát tanulásban nem szoktam megerőltetni magam, ez
ezt el kell ismerni. Valószínűleg szerencsém is volt sokszor. Tehát néha elgondolkodom rajta, hogy nekem lehetek van sokkal rosszabb jegyeim is, de szerencsém volt, hogy abban a pillanatban nem én feleltem, abban a pillanatban azon a dolgozaton éppen beteg voltam, és ezért alakultak így. Ez benne van. Emellett a maga tanulás mennyisége sem volt túl sok. Tehát én napi egy órával azért bőven megelégettem. Ezen csak az egyetem tudott változtatni. Na, akkor nézzük az egyetemet. Ugye mondtad, hogy tulajdonképpen ez volt az első olyan időszak, amikor úgy messzebb kerültél. Mi volt a döntés, hogyan döntöttél, mit választottál, melyik városban jártál egyetemre? A gimnáziumból Budapestre kerültem, a Pázmány Péter Tudományi Egyetem jogi és államtudományi karára. Nagyon szimpatikus volt az egésznek a, nem tudom, milliője. Tehát fantasztikus hangulata volt az egész egyetemnek. Amellett, hogy rettenetesen kemény követelmény volt, ellentétben más gimnáziumokkal, egyetemekkel. Tehát például nem volt elég néhány vizsgán kettest szerezni, ami egy egyetemen azért, hát ha nem is elég siker, szóval, de elfogadott, igen. Persze, hát arra utazunk, igen, hogy egy kettesünk legyen. Itt azért nem volt elég, mert évvégén mindenkinek kiszámolták ugye az átlagát, az ösztöndíj is ezen múlott, de az még a kisebbik hiba volt, az utolsó 10%-ot kiszórták simán. Uh-huh. Független attól lehet, hogy egyetlen egy egyese sem volt. Uh-huh. Tehát azért itt törekedni kellett arra, hogy az első 90%-ban benne legyen az ember, ami mondjuk nem azt mondom, hogy lehetetlen dolog volt, de nagyon keményen kellett tanulni. Tehát amit az előbb is mondtam, hogy itt azért megtört az ég, hogy én egy órákat tanulgattam. Tehát itt azért éjfélig, éjjel kettőig a vizsgák előtt tanulni kellett. De az is benne volt, ez a ciklikusság, ami az egyetemeken mindig benne van, hogy évközben semmit nem kell ugye csinálni gyakorlatilag, vizsgai időszakban pedig az egy kegyetlen időszak. Ugye strapás volt, persze a vizsgai időszak strapás volt, de ahogy említetted, ugye van köztes időszak is. Jól teltek az egyetemi évek, tehát nagy baráti társaságok, jó kis bulik, ami ilyenkor ugye általában lenni szokott, vagy inkább lehet azt mondani, hogy esetleg a sikerorientált típusú légkör miatt erre annyira nem maradt idő? Hát nekem nagyon érdekes évfolyam társaim voltak, tehát volt több erdélyi, magyar fiú és lány, de volt a felső 10 000-ből is egy csomó évfolyam társam, és ez egy nagyon érdekes elegyet alkotott, főleg amikor elmentünk bulizni, mert a bulik azért benne voltak. És ez még hozzákapcsolódott az is, hogy az egyetemnek a szomszédos épülete, és gyakorlatilag egy büfébe jártunk, az a Színház és Filmművészeti Főiskola volt. Úgyhogy amikor a jogászok így összekeveredtek a színészekkel, és akkor azok között is megvoltak ezek a társadalmi különbségek, hát az érdekes bulikat eredményezett. Például? Hát nem szerettünk olyan helyekre járni, mint például volt a Fészekklub, azt hiszem a művészeknek volt az egyik kedvenc helye. Mi általában ki szoktunk bérelni egy ilyen kisebb sörözőt, és ott ment az erezdel a hajamat. Uh-huh. Uh-huh. Nem, ez azt jelenti, hogy azért nem szerettétek, mert esetlegesen ez a fajta közeg, hát én most nem akarom bántani a művészeket, de ugye gyakran éri őket az a vád, hogy nem igazán szeretnek a kívülállókkal keveredni. Ezt most tényleg idézőjelben is tisztelet a kivételnek. Tehát lehet, hogy volt bennük egy ilyen rátartiság, és inkább úgy voltatok vele, hát akkor maradjatok meg magatoknak, és mi megcsináljuk a magunk buliját, vagy igenis sikerült közösen akár együtt eljárni szórakozni. Vagy mondjuk csak a felső 10 000-nek a kiváltsága volt az, hogy a színész palántákkal szórakozzon. Nem, ez nem jött elő, tehát senki nem szaladgált úgy a büfébe, hogy itt egy kis névkitűz, uh-huh, hogy én vagyok a igazsági miniszter fia. Hát én például az első másfélben nem tudtam, utána mutatták, hogy uh-huh, ki az nem, ez semmiféle különbséget nem okozott, uh-huh, tehát nem engedtük elő, de a büfébe ő se, uh-huh, próbált előre menni. Tehát nem volt ez egy igazságtalan rendszer. Ami pedig a művészekre vonatkozik, hát nekem nincs semmi kifogásom ellenük. Igazából nem mindig tudom, hogy mikor beszélnek őszintén, gyakorlatilag ennyi, de ettől függetlenül voltak közös bulik, ami nagyon jól éreztük, mulatni nagyon jól lehetett velük. Tehát akkor az emberi szempontok azok mindenki legyőztek, és egy cél levegett mindenki szemben. A szakmai kérdésről nem lehetett szó, hiszen azért a jog, ami kifejezetten tényeken és azért társadalmi tényezőkön alapuló
tudomány vagy szakma, és a művészet azért viszonylag messze áll egymástól. Tehát Zsolt, végülis lefordíthatom ezt az egészet úgy is, hogy ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy Budapest vidék ellentét. Tehát akiket említettél, hogy ez az érdekes elegy, tehát nem lehet azt mondani, hogy a pestiek mondjuk lenézték akár az erdélyi csoporttársakat, vagy akár a vidékieket, és rátartiak voltak. Be lehetett illeszkedni ebbe az egyetembe? Persze be lehetett, de ez a fordítás se teljesen igaz. Tehát ez mindig megvan, én ezt mindig érzem mondjuk fővárosiaknál, hogy fővároson kívüli agglomerációra úgy tekintenek, hogy érdekes, az valami préri lehet, vagy puszta. Ettől függetlenül ez az egyetemen nem jött elő. Tehát más kapcsolódott össze. Nem az számított, hogy most fővárosi valaki, vagy szegedi, vagy szekszárdi, vagy bonyhádi, hanem az számított, hogy polgárvizsgára készül, vagy alkotmányjogra, és ez úgy el tudta törölni a földrajzi különbségeket. Jól kiveséztük az egyetemi éveket, utána hogyan alakult az életed? Megfordult-e az a fejedben, hogy ha már egyszer elkerültél, akkor esetleg a fővárosban telepedj le, és ott vedd az akadályokat, vagy evidens volt, hogy te jössz vissza? Ez furcsa volt, tehát általában a saját érzéseimtől függött, tehát nem feltétlenül szakmai okok alapján dőlt el bennem, hogy hazajövök, vagy fönnmaradok Pesten. Budapesten is kaptam állásajánlatot, illetve ott kaptam elsősorban, így kellene fogalmaznom, mivel ott azért jóval több lehetősége van az embernek, és voltak köztük olyanok is, ami egyébként még ma is nagyon érdekelne, tehát a bank szakmában nagyon-nagyon szívesen dolgoznak, biztos, hogy egy rettenetesen jó dolog, és nagyon jó tanáraim voltak ebben a témában, akik tényleg megszerettették velem ezt az egészet. Érdekes, hogy nekem jókon is elsősorban közgazdaságtudomány tetszett, és mi elég sokat tanultunk közgazdaságot, és még egy szóval nagyon jó tanáraink voltak, és rajtuk keresztül lehetett volna állást találni. Mégis inkább magánéleti kérdés volt az, hogy az ember mennyire kötődik a hazájához, és ebbe az van benne, hogy én azért az első 18 évemet mondjuk abszolút Tolnamegyében, Bonyhád körzetében töltöttem, tehát én oda erősen kötöttem. Az egyetemnek nem volt még vége, amikor gyakorlatilag elkezdtem dolgozni. Cikon lettem jegyző még 1998-ban, tehát harmadéves egyetemista voltam, illetve lezártam a harmadévet, amikor oda kerültem a közigazgatásba. És akkor ez mondhatni mindent eldöntött? Hát, ha nem is mindent eldöntött, de azért adott egy löketet arra, hogy milyen irányba induljon az ember. Szülők gondolom meg csak örültek és támogattak ebben, hogy hazajössz. Szülők abszolút támogattak, nem csak ebben, hanem másban is. De valóban ez sem volt ellenükre, hogy én itthon dolgozok. Sőt, azt gondolom, hogy ők azt szerették volna inkább, hogyha én itthon dolgozom. De mondom, ez az én szándékaim ellen sem volt. Tehát én jól érzem magam, jól éreztem magam és jól érzem magam itthon. Amellett, hogy a közigazgatás, azért helyi közigazgatásban dolgozni, ugye, amikor az ember fel van Pesten egyetemista, kicsit talán kinyílik előtte a világ, és akkor onnan visszajönni, az nem azt mondom, hogy kétségeket ébresztett, hanem igazából egy picit olyan, mint amikor a felegekbe így visszarántja a valóságba az embert, de nem volt rossz, tehát nagyon-nagyon sok tapasztalat, sok kellemes és sok kellemetlen élmény, sőt, azt mondjuk, hogy kifejezetten rossz élmény is kapcsolódott hozzá, és nagyon sokat mire lehetett tanulni. Mire gondolsz rossz élmények? Hát, mondjuk nagyon fiatal voltál, ezt azért tegyük hozzá, én azt gondolom. Mindenki megküzd vele szerintem, aki az egyetemről vagy bárhonnan elkezdi az első munkahelyén a munkát, különösen akkor, hogyha vezetői munkakörbe helyezik, és nincs vezetői tapasztalata, már pedig nekem nem volt, és nagyon sok embernek nincs, aki így kerül oda. És biztosan elkövettem azokat a hibákat, amiket mondjuk a mai fejjel már valószínűleg nem követnék el, és ezek hozzákapcsolódtak ehhez a munkához. De most ebben még az is belejátszott, de ez inkább a lelkiismereti kérdés, vagy hozzátartozó szakmai kérdés, hogy nekem például jegyzőként kellett határozatokat hoznom adott esetben olyan emberek ellen, akikkel hát együtt nevelkedtem, akiknek én nem a jegyző úr voltam, hanem Zsolti. Igen. Tehát igazából a saját hazájában senki sem lesz proféta, ez biztos,
de hogy ezt még kellemetlenül is éljük meg, az azért... Még rádob egy lapát. Igen, az nem szerencsés dolog. Zsolt, akkor lehet tehát azt mondani, hogy ez a jegyzői állás, ezt úgy érezted mindig, hogy azért innen menni kell, vagy ez nem a végleges pont? Nem. Tehát igazából én nem szeretek olyan gyakran helyet változtatni, meg remélem, hogy nem adom föl olyan könnyen, nem volt ez így benne. De az hozzá tartozik, hogy nem álló munka, viszont a közigazgatásnak, én eddig elmondtam a hátrányait, nagyon sok előnye is van. Uh-huh. És ezek az előnyök azért nyilván együtt jártak ezzel a munkával, és ezek az előnyökből most is profitálok. Tehát az, hogy közigazgatási szemléletet tanul az ember évekig. Tehát az, hogy rendszerbe helyezkedik be, utána rendszerbe helyezel dolgokat, az egészet próbálja szabályozni, ez nagyon sokat segít. Tehát én azt vallom egyébként, hogy a vezetők nagy részének, vagy azt mondom, az összes vezetőnek le kéne húzni kezdésként 2 évet a közigazgatásba. Meddig voltál te ott? 2 évet. 2 évet. Utána, a 2 év letelte után jött, gondolom mindjárt az iparkamara, vagy még volt? Hát kicsit kevertebb volt a dolog, nekem közben kellett államvizsgáznom. Aztán még cikon jegyző voltam, de kaptam egy lehetőséget arra, hogy Győrében is jegyzősködhettem. Ez volt az a pont, ahol én úgy voltam, hogy na most meg fogom szeretni a közigazgatást. Egészen más volt a légkör. Győrében szakmailag úgy gondolom, hogy nagyon sokat segítettek nekem, és el is szoktam mondani, hogy ezt meg is köszönöm mindig a polgármester úrnak, Csoma Józsefnek. És ő olyan kapcsolatokat is hozott nekem, ami emberileg és szakmailag is nagyon sokat jelentett. Ez folyamatos volt tehát a 2000-es évben, de akkor kellett államvizsgáznom, és emellett rádióztam még egy kicsit. Az ilyen hobbi volt. És amellett pénzt keresett. Ez sosem utolsó szempont. És akkor lehet mondani, hogy utána jött az iparkamara. Akkor igen, ez volt az, ami a jegyzőségből jött tulajdonképpen, vagy itt utaltál az emberi kapcsolatokra, ezért merem azt feltételezni, hogy esetleg ott jött egy olyan kapocs, ami... Hát az megjelent az újságban egy pályázat, és megpályáztam az állást, és decemberben került kiírásra talán az első pályázat, én pedig február 26-án kezdtem el dolgozni a kamarában. Zsolt, ez érdekes. Te vezetőnek születtél? Tehát nem, ez nagyon nem érdekes. Hogy nagyon fiatal születtem. Vagy, és végig. Hát más álmodik csak erre. Most valljuk be őszintén, a korosztályodban lévő, vagy akár volt csoporttársak, vagy hát bárki az évfolyamodban csak álmodhat erről, hogy végig vezető pozíció az, amit te kezdtél, és hát viszed végig. Ez minek köszönhető? Ez egy kellemes élmény azért. Kamerák előtt, amikor zavarba hoznak, azt külön tudom élvezni. Nem akartalak, bocsáss meg tényleg, de hát... Nem, ez nem szégyen, hát van, aki erre persze, születik. Persze, nem szégyen, világos nem szégyen. Nem szerettem, amikor valaki erre születik, hát lehetséges, hogy valaki erre születik. Én nem tudom, hogy erre születtem, és nem is akarok ilyet mondani, mert valószínűleg nem mondanék igazat. Nagyon sokszor lényegtelen az, mondjuk, hogy milyen szakmai tudásod van. Nagyon sokszor nem számít az, hogy mennyit tanultál, és nagyon sokszor kell olyan munkahelyeken dolgoznod, ami neked nem feltétlenül tetszik. Tehát ez hozzá de most tartozik. Így általánosan? Általánosan, persze. Az én személyes szerencsém az, és nyilván nem szerénykedni akarok, remélem, hogy valamennyire benne van szakmai tudás is, de mindenképpen szerencse is az, hogy nekem eddig így alakult az életem. Tehát én sem vagyok elégedetlen vele, hogy úgy mondjam, de nagyon-nagyon sok olyan motiváló körülmény van még mindig, amiből én úgy látom, hogy bőven van még mit fejlődni. Akkor, hogyha most visszatekernénk ezt a szalagot, akkor talán, hogy te vezetőnek születtél, kérdés helyett azt kellene feltennem, hogy te egy szerencsés ember vagy? Hát remélem, hogy szerencsés ember vagyok. Egyébként ezen sokszor szoktam gondolkodni ezen a szón, mert ez egy nagyon régi magyar szó, és ma már a szerencse szó az jót jelent. De ez nem így van, mert a szerencse az ugye lehet bal szerencse, és lehet jó szerencse. Én remélem, hogy egy jó szerencsés ember vagyok. Zsolt, ugye
karrier az szerintem rendben van, és te is mondtad, hogy persze az ember mindig generálja magát, vannak motiváció, kihívások, de jól érzed magad az iparkamara keretein belül, sok mindent teszel, ezt gondolom, akik a helyi, akárcsak híradásokat nézik, láthatják, de közben mindig érdekes kérdés a magánélet. Azért fiatal vagy, sok mindent megenged neked ez az állás, mondhatnánk ezt is. Ez hogy alakul? Van, aki szokta mondani, ugye, aki panaszkodik, hogy hát bizony ebben a dologban szerencsém van, de a másik dolog nem alakul jól. Nálad ez hogy van? Én ritkán kártyázok, csak nem tudom, hogy a kártyában szerencsém van, akkor hogy állnék a szerelembe. Fogalmam sincs. Karrier dolog, még egy picit azért visszautalnék, tehát a karrier dolog azt gondolom, hogy nem adok ott panaszra, ez így egy jó megfogalmazás, és én nagyon jól érzem magam a kereskedelmi és iparkamarában, és nagyon-nagyon remélem, hogy azok is jól érzik magukat, akikkel kapcsolatban vagyok, és nem csak a dolgozókra gondolok, hanem a vállalkozókra is. Tehát ténylegesen remélem, hogy nekik konkrét hasznuk van abból, hogy adott esetben velem együtt dolgoznak, vagy kamarai tagok. A magánéletről pedig, hát mire vagy kíváncsi, akkor visszakérdezek. Hát például megnősültél-e már? Még nem. Vagy éppen mondhatom azt is, hogy hát fiatal ember lévén habzsolod az életet, bulikba járt szabadidődbe, kikapcsolódni, van-e valami különleges sport, tehát mit lehet mondani? Egyáltalán afelé hajlasz, hogy egy nyugodt családi hátteret teremtsél magadnak, vagy éppen a másik irány, fiatal vagyok, még épp elég stressz van nekem nap mint nap a munkahelyemen, a magánéletben, vagy amikor kikapcsolódhatok, akkor érezzem jól magam. Nem, mind a kettő megvan. Tehát nyugodt családi életet szeretnék majd, amikor megöregszem, de valóban egyelőre fiatal vagyok, és azért próbálok bulizni. Illetve ami hozzátartozik, és ezt megint meg kellett tanulni, hogy hol szabad bulizni, és mennyire szabad bulizni, ez is hozzátartozik. Mire gondolsz? Tehát független attól, hogy én amikor cikon dolgoztam, mindig erre utalok vissza, azért néha kaptam olyan visszajelzést, hogy hát ez talán nem kellene egy jegyzőnek. Uh-huh. És ezt soha nem ismertem el olyankor. De így utólag igazuk volt. Uh-huh. És ez most is igaz. Tehát én nem szeretnék és nem is élhetek vissza nyilván olyan dolgokkal, amire adott esetben lehetőségem lenne. Uh-huh. Tehát soha nem próbáltam meg és nem is próbálok meg bizonyos közlekedési szabályok alól kilépni. Persze én is gyorshajtó vagyok egy csomó esetben. És szereted is a gyors autót. Imádok is gyorsan vezetni. Olyankor kifizetem a bírságot, tehát nincs más lehetőség, és nem is lenne szerencsés, ha lenne más lehetőség. De egyébként pedig nem nősülök, de van egy barátnőm. De még nem nősülök. De még nem nősülsz, ez egy határozott kijelentés. Zsolt, mi a hobbid? Mi az, amit téged kikapcsol? Persze, amikor jól érzed magad, gondolom nagyon sok minden belefér, de ami úgy azt mondod, hogy igazán ez az, ami esetleg majd, hogyha egyszer nyugdíjba mész, vagy megöregszel, akkor majd ez lesz az, ami igazából megmarad, és ez fog téged öregkorodra mondjuk boldoggá tenni. Hát, ha megérem, akkor az autó, remélem, hogy az autó az ide tartozik, amiről nagyon sokat beszéltünk. Tehát én nagyon szenvedélyes autós vagyok, nagyon sokat is vezetek, de nagyon szeretek is vezetni, és remélem, hogy nem is vezetek rosszul. Ami még ide tartozik, hát nem tudom, sok olyan apró szenvedély van, amit én szeretek csinálni kikapcsolódásként, és akár legutóbb ugye a régiós bába voltunk, ahol két nagyon helyes műsorvezetőt is láttunk, az egyik talán te voltál. Nem tudom, nagyon sok minden ilyen szabadidős foglalkozást is szeretek. A bárt is idősebb. Vagy, ugye? Szereted a társasági gondolom, életet. Igen. Itt azért utaltunk már rá. És jól is érzem magam ott. Ott is. Mondhatjuk így is. Zsolt, érdekes kérdés, hogy ugye mondtad, hogy jól érzed magad, mondtad, hogy azért vannak dolgok, amiket még szeretnél elérni, és hát én megkérdezhetem, hogy mik ezek. Azért ugye nagyon fiatalon, ahogy erre már utaltunk, egy biztos pozícióba kerültél, de hát ugye a fiatalságodban az is benne rejlik, hogy azt mondod 5 év múlva, vagy akár 10 év múlva is, bőven jó, hogyha többen nekem elég volt, jöjjön valami más. Mi lehet az a más?
Ez nagyon jó kérdés. Tehát ezen nyilván elgondolkodik az ember, függetlenül attól, hogy milyen pozícióban van, és függetlenül attól, hogy mi a végzettsége. Jelenleg éppen tanulok, vagy most is tanulok, inkább úgy fogalmaznék, és szeretnék még egy diplomát megszerezni, egy közgazdász diplomát, és a kettő együtt azért, tehát a jogász közgazdász, az remélem, hogy már jelent valamit a munkaerőpiacon is, illetve nagyon bízom benne. Nem tudom, hogy melyik irányba kellene nekem elindulnom, vannak olyan szakmák, vagy kell-e egyáltalán elindulnom, vannak olyan szakmák, amik nagyon érdekelnek, tehát amit nagyon szívesen csinálnék, de egyetlen motiváció lenne, hogy ebbe az irányba elinduljak az, hogy ez a munkahelyem ne legyen meg. Tehát én ezt a munkahelyemet is nagyon szeretem, nagyon szeretném jól csinálni, próbálom jól csinálni. Hogyha nagyon sokat kell dolgozni itt, azt különösen szeretem, mert ez egy olyan munka, amit nem csak én, hanem szerintem nagyon sokan szívesen csinálnának. És amellett, hogy egy biztos pozíció, hát a biztos pozíciót azért én azt nem azt mondom, hogy megkérdőjelezem, de ilyen határozottan soha nem jelentem ki. És ez jó az én megítélésem szerint? Hát ez jó, persze, hozzátartozik, az én megítélésem szerint annyira nem jó, de ez egy emocionális kérdés, persze. Ettől függetlenül. Tehát azért szerintem az mindig jó, hogyha az ember nem érzi azt, hogy na most nekem biztos, és hogy ez tuti, nem? Az mindig jó, hogyha ott van annak a veszélye, hogy bármi történhet. Ahogy Cromwell is mondta, bízunk Istenben, és szárazon tartjuk a puskaport. Persze ez hozzátartozik. De az, hogy milyen irányba indulnék, hát nem tudom, a pénzügyi terület az nagyon érdekel, vagy a befektetések. Ez mondhatom így is, tehát Zsolt, hogy te biztos, hogy mindig az öltönynél fogsz maradni. Hát, amikor dolgozom, akkor remélem, igen. Mert egyébként utálod? Nem utálom, nagyon szeretem az öltönyt, és hogyha hobbikról beszéltünk, akkor mondjuk az öltöny lehetne az egyik hobbi, szeretem. Komolyan? A jó öltönyöket. De azért szabad időmben ritkán húzom föl. Tehát annyit van rajtam, meg én azért egy kicsit elkényelmesedett ember lettem, amit megint nagyon sajnálok, hogy nekem például meg gond, hogyha szorítja a nyakamat, tehát nagyon kényesen odafigyelek az ingre, hogy még egy centi ráhagyás legyen, a nyakkendőt nem szorítom meg, a kényelmes öltönyöket próbálok fölhúzni és venni. Zsolt, a beszélgetésünk végén talán egy ilyen, nem tudom, jó tanácsként. Remélhetőleg sokan meg fogják nézni ezt a műsort. És lehet, hogy már egy kicsit túllovagolom ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy lehet, hogy sokak hasznára is lehet mindez, hogy mit tanácsolsz azoknak, akik mondjuk most pályakezdők, és akik mondjuk most azt mondják, hát nekem miért nem jönnek ezek a dolgok össze? Ugye tudjuk, hogy a jogi pálya, hát az most aztán telített. Mindenki jogász akar lenni, meg hát ugye mondhatjuk ezt a közgazdaságra is, nagyon felkapott terület. Mit mondasz nekik? Hogyan lehet ilyen fiatalon sikeresnek lenni? Hogyan lehet ilyen fiatalon elérni azt, hogy akár vezetői pozícióba kerüljön az ember, azon túl, hogy ugye megtette azt, ami elengedhetetlen, tanult? Mi kell hozzá? Mi az, ami benned esetleg megvan, és esetleg más pályatársakban, akiknek ez nem sikerült, nincs meg? Mire figyeljen a mai kor gyermeke? Azért nem szeretek tanácsot adni, mert hogyha ennek ellenére sem jön össze, akkor ne én legyek a hibás. De hát azért ez a munkát, hogy tanácsokat adsz. Persze, de ott konkrétumokról van szó, ott lehet biztosra menni, vagy biztosabbra menni, de nem akarok kibújni a kérdés alól. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha mindenkiben lenne kitartás. Nagyon-nagyon-nagyon sok kitartás. Hogyha 25-ször nem sikerül valami, 26-ször is meg kell próbálni. És nem 2 nap alatt feladni, nem 5 nap alatt feladni, és 2 év után sem feladni semmit. És van egy olyan tényező, ami, hogyha okosak, elvégeztek mindent, és kitartóak is, akkor egyen még mindig nem tudnak számolni, ez a szerencse. Nekem szerencsém volt. És reméljük, hogy lesz is a jövőben. Igen. Így legyen, Zsolt, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, és tehát ne feledjék, kitartás, kitartás, kitartás. Tartsanak ki velünk a legközelebb is, viszontlátásra!